90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A vonalban itt van velünk Deák Dávid üzletkötő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm! Jó reggelt! Na, mi van a béten? Nagyon jó hangulat. Európa szerte. Van, meg Európában is nagyon jó hangulat. A hazai tőzsde 1,2%-os pluszban nyit, 44.040 ponton áll jelenleg a Bux Index, 1 milliárd fölötti forgalommal. És gyakorlatilag a két nagy papírunk húzza magával az egész indexet. Az OTP 1,8%-os pluszban kezdi a kereskedést, 13.740 forinton áll jelen pillanatban. És az OTP-hez hasonlóan 1,6%-os pluszban a MOL részvénye is 2256 forinton kereskedik jelenleg. A Richterben meg a Telekomban egyelőre nagy mozgást nem látunk, 1,1%-os pluszban 8330, illetve 394 forinton kereskedik. Így az első 35 perc után. Uh-huh. Szóval akkor Európában is elég jó a hangulat. Minek köszönhető ez vajon, hogy ilyen optimistán indították a hetet a tőzsdék? Hát én azt gondolom, hogy azért a múlt heti rossz hangulatot egy picit ellensúlyozni tudják, ugye jöttek jó hírek vakcina ügyben is, hogy mégiscsak sikerült gyártókapacitást növelni, például az AstraZeneca-nak is, és az EU-nak is célja, hogy nyár végére a felnőtt európai lakosság 70%-át be tudják oltani. Így hát nagyon jól reagálnak egyébként a tőzsdékén, 1% alatti pluszokat láthatunk mind a német DAX, mind a párizsi Cacaron esetében, és 4%-os pluszban áll az olasz, illetve a londoni tőzsde is. És már kérdezik is a hallgatók a legújabbat, amit mindenképpen el kell mondani, mitől megy az ezüst, plusz 9% ma? Hát persze attól, hogy a Wall Street Best csoport most az ezüstre ugrott rá. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy az ezüst, úgyhogy ezüstre ráugrott. Következő sztori. Én azt gondolom, hogy 2021 elején azt látjuk, hogy gyakorlatilag a fórumok, illetve a kisbefektetők mozgathatják ezeket a termékeket, mint a GameStop, az AMC, most meg az ezüst. Kíváncsian várjuk, mi lesz a következő. Tehát, hogy mennyire tart ki az ezüst emelkedése, illetve mennyire lesz volatilitás benne, azt majd meglátjuk a következő napokban. Az mindenképpen érdekes, hogy az ezüst azért is fontos. Igen, mindent, meg jó ideológiát is mögé raktak, hogy ugye az ezüst az nagyon ilyen belterjes, meg ilyen insider az egész, és akkor így fingassuk meg ezeket a nagy cégeket, és akkor így most erre mentek rá. Hát, izgalmas. 2021 azért tartogat egy pár érdekességet tőzsdei szempontból is. Ebben biztos vagyok, és az mindenképpen fontos még hozzátenni, hogy azért a részvénypiacon valószínűleg olyan volatilitás lesz, amihez nem szokhattak a befektetők, illetve a kereskedők az elmúlt években. Egyébként az ezüstre visszatérve 8 éves csúcson van most az ezüst árfolyama ezzel a közel 30 dolláros. Mi a helyzet a devizákkal? A forintra ráugrottak-e már ezek a tömegek? Így van, hát a forintot is nagyon szépen megtalálták most a befektetők, elég nagy erősödésen van túl itt az elmúlt kereskedési napokban, és ma is inkább erősödéssel kezdi a napot. Egy euróért most jelen pillanatban 356 forint 85 fillért, egy dollárért pedig 294 forint 65 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben egyébként dollár erősödést láthatunk, 1.21.10 most jelen pillanatban az euró-dollár, illetve hát ami még érdekes, hogy a régiós devizák is nagyon jól erősödnek, sőt a török líra is igen nagy erősödésen van túl. Itt a nagy gyengélkedés után a dollár török líra kereszt most bejött a 7,25-ös szint alá, ami azért egy jó pár hónapos török líra erő, úgyhogy van mindenképpen a devizapiacon is érdekesség és mozgás, úgyhogy kiemelten figyeljük itt az eseményeket a mai kereskedési napon. Oké. Okay. Oké, köszönjük. Már beszéltünk több szakival, hogy itt a gyors jelentésektől makroadatokig minden lesz a héten, úgyhogy lesz mi. Zúzós hetünk lesz, igen. Oké, Dávid, köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedést. Szia. Deák Dávid üzletkötő segített nekünk eligazodni a tőzsdei társkert első, hát olyan 40 perc kereskedési adataiban. Megyünk tovább, mégpedig mesterséges intelligencia trendeket vizsgálunk majd a HR-ben, úgyhogy Heuréka élmény jövőkutató rovatunkban Kis Gergely, az Attractó ZRT vezérigazgatója beszél majd ezekről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.